Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Anya Szent Egyházunk Akvinói Szent Tamásra emlékezik a mai napon, és az evangélium, amely ugye a hétköznapok sorában egyáltalán magának a hétköznapokban megjelenő Isten kapcsolatunkra irányítja a figyelmet, szintén belemerít bennünket abba a fajta megközelítésbe, amely Szent Tamásnak is a sajátja. Hogy úgy kezdjük el szemlélni a világot, úgy vegyük észre Krisztus jelenlétét a mi életünkben. Úgy keressük egyáltalán az értelmező értelmező gondolatot és egyáltalán Istennek a tervét a mi életünkben, hogy közben ne felejtsük el azt a küldetést, amelyet Krisztustól kaptunk, vagyis hogy mindennek célja van, minden célra irányul a mi életünkben, és amikor az Evangélium elénk tárul, akkor segít abban, hogy ezt a célt minél tisztábban lássuk, és ezt a célt magunk előtt látva valóban törekedjünk a felé minél rövidebb úton és minél tökéletesebb úton elérni. Evangélium Szent Márk könyvéből. Egy alkalommal Jézus így beszélt hallgatóihoz. A vajon azért gyújtanak el lámpát, hogy a véka alá, vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért el, hogy a lámpatartóra tegyék? Semmi sincs elrejtve, ha csak nem azért, hogy nyilvánosságra jusson, és semmi sem történik titokban, ha csak nem azért, hogy napfényre kerüljön. Akinek füle van a hallásra, hallja meg. Majd így folytatta. Figyeljetek arra, amit hallotok. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel mérnek, majd nektek is. Sőt, ráadást is adnak hozzá. Mert akinek van, még kap. Akinek pedig nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, szeretett testvéreim, amikor a hit megvallásáról beszélünk, és egyáltalán a célról, amelyet életszentségként ad számunkra Isten, akkor nagyon sok esetben mi egyáltalán fölmérjük, hogy a cél eléréséhez mire van szükségünk. Ha valaki egy expedícióra készül, legyen az akár az északi sark, déli sark, vagy Monteveresnek a meghódítása, de beszélhetünk akár egyszerűen csak a, a téli erdőben való túráról is, akkor megfelelően elő kell készülni, megfelelő ruházattal, megfelelő felszereléssel elő kell készülni, hogy egyáltalán a cél felé tudjunk közelíteni, és a kitűzött tervet megvalósítsuk. A keresztény embernek éppen így szüksége van megfelelő lelki fegyverzetre, lelki felszerelésre, ahhoz, hogy egyáltalán közelebb tudjon kerülni Krisztushoz ezek különbözőek ezek a fegyverzetek, különbözőek ezek az eszközök. Nyilvánvalóan spirituális eszközökről is beszélhetünk, tehát egyáltalán imádságokról, szent mise a szentségekben való részesedésről. Beszélhetünk aztán szellemi eszközökről, és itt jön például képbe Akvinói Szent Tamás, aki egyáltalán a filozófia megközelítésével, és egyáltalán a tomista iskolának a jelenléte és arra utal, hogy bizony, nagyon sok esetben maga a világra való rálátásunk is segíthet abban, hogy keresztényként hogyan közelítsünk egy-egy problémához, egy-egy nehézséghez. És miközben ezeket a helyzeteket látjuk és tapasztaljuk, miközben jelen vagyunk abban az úton elevésben, amely nyilvánvalóan odavisz bennünket Istenhez, ezeket a különböző eszközöket megfelelően használjuk. Most nem akarok lényegében, mert nem is igazából alkalmas erre egy ilyen rövid evangélium magyarázat a Szent Tamási utakba részleteiben belemenni. De amikor látjuk a célt és látjuk a hozzávezető eszközöket, látjuk azt, hogy egyáltalán milyen felszerelést kell úgymond használnunk a Krisztussal való találkozáshoz, és egyáltalán annak a kegyelemnek a megtapasztalásához, ami segít egyáltalán magában az úton levésünkben, nem szabad. Elfelejtenünk azt, hogy lehet egy eszközt jó használni, és lehet nem használni is. Vannak, akik viszont egyáltalán az eszközöket is rosszul használják. Nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy például akár magát a filozófiát, a szellemiséget, az eszméket, amelyek ebben a világban jelen vannak, nagyon sokan rossz célokra használják. És ebben az esetben nem a célhoz visznek bennünket közelebb. Úgymond egy kalapácsot lehet arra is használni, hogy megfelelően úgymond egy szöget beverjünk a falra, és akkor arra elhelyezzük például mondjuk a festményt, kakukkosórát, stb., amit éppen használni szeretnénk, akár hosszú éveken keresztül, de egy kalapácsot sajnos lehet arra is használni, hogy valakinek a csontjait összetörjük vele. Az eszközök, amelyek segítenek bennünket a cél elérésében, és itt most gondolhatunk akár arra, hogy nyilván filozófiai megközelítések, eszmei megközelítések is lehetnek, nagyon sok esetben torzulnak. És éppen ebben a torzulásban találunk valami olyan fajta Istentől való elfordulást, találunk ebben valami olyan fajta következetlenséget, amely nagyon sok emberrel elfeledteti a tulajdonképpeni célt. Nem az a célunk, hogy a másik életét megnyomorítsuk. Nem az a célunk, és nem lehet célunk, hogy a másik életében a szeretet kisebb legyen. Az lehet egyedül a mi célunk, hogy fölismerjük, Istennek a tervei valójában egyfajta úton levésben segítenek bennünket. És nem az a céljuk egyáltalán Istennek a terveinek, hogy úgymond mi letérjünk erről, az útról. Nagyon sokan talán azt gondolják, hogy Isten el akarja venni a mi terveinket. Ami elgondolásainkat, a mi elképzésünket, ez nem így van. Isten segíteni akar bennünket, hogy valóban meg tudjunk érkezni, egyre közelebb tudjunk kerülni Krisztushoz. Azonban, hogyha nem maradunk meg Krisztus szeretetében, nem maradunk meg az eredeti célkitűzésben, akkor egyre inkább távol kerül tőlünk egyáltalán az eszközöknek a helyes használata is. Nagyon sok morális problémát fölveti jelenkori társadalmunk. És nagyon sokan talán azt mondják, hogy most, amilyen a világ körülöttünk, ahogyan változik, ez más megközelítést igényelne egyáltalán az egyháztól is. Hogy igazából miért nem mozog az egyház is együtt azokkal a problémákkal, nehézségekkel, amik körülöttünk vannak. És miért vagyunk még úgymond nagyon sok esetben tényleg ilyen maradia. Azok a problémák, azok a nehézségek, amelyeket meg kell oldani és amik a célra irányulnak, tehát változnak a mi életünkben. Ahhoz, hogy a célhoz közelebb tudjunk kerülni, a cél... Egyáltalán elérhető közelségbe kerüljön hozzánk, az szükséges, hogy helyesen lássuk a szeretetnek és egyáltalán Krisztusnak a funkcióját és jelenlétét a mi életünkben. Ez nem jelentheti azt, hogy azok az eszközök, amelyeket használunk, nem rejtenek magukban különböző veszélyeket. Mert jelenthetnek veszélyt, a eszközt lehet jóra és rosszra is használni. Viszont, hogyha látjuk, hogy mind arra hív meg bennünket, hogy Krisztussal közelebbi kapcsolatba kerüljünk, hogy a szeretetben tudjunk növekedni, akkor elnyerik a helyes funkciójukat ezek az eszközök. Akkor helyes mértékben tudunk hozzájuk kapcsolódni, helyes mértékben tudjuk fölismerni, hogy Isten gazdagítani akar általuk. És amikor kapunk ilyen eszközöket, az evangélium is arra hív, hogy akinek van, annak még adnak, és gyakorlatilag ilyen eszközöknek a kiaknázása közben tapasztaljuk meg azt is, hogy valójában minden az Istenre való irányultság által segít és vezet bennünket napról napra, hogy közelebb tudjunk kerülni Krisztushoz. Hogy mindannyian, akik úton járunk, és valamilyen kitűzendő cél felé vesszük az irányt, egy cél közben tapasztaljuk a szeretet fontosságát, tapasztaljuk Krisztusnak a közelségét, lássuk is, érezzük azt, hogy igenis Krisztus ott van a mi életünkben, akar jelen lenni a mi életünkben, és akar segíteni bennünket abban, hogy napról napra közelebb tudjunk kerülni Isten országának megtapasztalásához, bátran fussuk végig a pályát, és a kitűzött célt, a megfelelő eszközök, akár lelki, szellemi, fizikai eszközök segítségével el tudjuk érni, és így Isten tervét meg tudjuk valósítani a mi életünkben. Amen.